Kérdezz, felelek! Jól hallottátok azt, amit Szabi mondott az előbb, kérdezz felelek videót szeretnénk csinálni nektek, amihez nincs más a szükségünk, mint kérdésetekre. Úgyhogy egy dolgotok van, ami kérdésetek van felénk az irányunkban, bármivel kapcsolatban, vagy Szabitól, vagy bárkitől, még esetleg Csongortól is, azt kérdezzétek meg itt YouTube-on a komment szekcióban, mi azokból fogunk válogatni majd. Illetve, hogyha azt szeretnétek, hogy valamit megcsináljunk, még azt is leírhatjátok, az ilyen kérdezfelelekes, megcsinálom most téma videó lesz, hitel, jó lesz, ezt így kell csinálni. Poén lesz, de menjünk is vissza a videóhoz. Sziasztok srácok, ez itt újra a Koresz Crew, nem csalás, nem ámítás, a szemfülesebbek már Instagramon láthatták, aki nem elég szemfüles, az valószínűleg címben olvashatta, valóban 10 darab kaszinó sorsegy van nálunk, ami 20 000 forintba került. Tényleg adtam 20 000 forintot, hogy vásárolja be. Itt van nálunk 10 darab kaszinó, Szabi, izgulsz? 20 000 forint, 20 000 forint feszültség, izgalom. Volt már annyi értékben lekaparás egy videóban? Szerintem egy videón belül még 20 ezer nem volt, 15 ezer, amikor 5 bukszákat kapartunk. A 50 hoppá mennyi volt? Az 50 hoppá is 15 ezer forint volt. 15 ezer forint, 300 forint. Igen. Be kerül, és 50 darab. Igen. Akkor ez egy rekord. Ez egy rekord, rekord, bele is tettem a címbe, látjátok? Lehet, hogy benne van a címben, még nem tudjuk ilyenkor eldönteni. A lényeg, hogy itt van nálam ez a 10 kaszinó sors, hogy a szokásokhoz megfelelően Szabi választ először 5-öt, utána lekaparjuk az első sorsjegyeket, aztán már csak a nyertesekről kaptuk információkat, egészen az utolsó egyet sorsjegyig, a végén összezzünk és elmondjuk, hogy megéri-e meg annyi ennyi kaszinót, vagy nem. Próbáljuk ki a szerencsénket. Szabolcs, húzzál kérlek 5-öt. Jó. Ti nézhetitek így belülről, mi van. Én kiveszem a leghátsót. Van benne egy 13-as. Várjál, kavarok rajta egyet. Jó, még nincs rám 13-as, de a 13-asra azért pályázok. Kiveszem a középsőt. 37, az is egy jó kis szám. Legyen ez a 25-ös. Marci azt mondta, hogy a 25-ös volt, ugye? Amivel nyertem. Biztos. Volt. Akkor ezzel nyertem. És ez a 13-as. Nem. A 13-as nálam van, remélem szerencsét hoz. Srácok, kikezdjen Szabi vagy Viktor, szavazzatok, állítjátok meg a videót. Hát többen szavaztak rám, úgyhogy én fogom kezdeni a kaparást. Gyerünk! Köszönjük szépen a Coca-Cola Magyarország Zrt-nek, hogy ilyen üde nedükkel és áraszt minket ezeken a nagyon meleg nappalokon, jól esik ilyen hideg nedűt meginni, kortyolok is egyen. A ti egészségetekre. Nálam van a 13-as sors, amire Szabi annyira vágyakozott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy azzal azt kaprom le először, hogy lássuk, nyertünk-e, volt-e értelme. Arra várni, vagy nem. Kaszinó játék, ismeritek, 10 játék, borzasztó izgalmas, borzasztó hosszú. Scratch my back, mondja a hátulja. Elkezdem az első játékkal. Még azt azért hozzáteszem, hogy Instagramon és e-mailben is rengeteg képet küldtek, hogy így 30, így 40, így 100 ezreket nyertek. Úgyhogy van benne pénz bőven. Csak nekünk is jó lenne, hogyha már kihúznánk azt, amire szükségünk van. Na, nézzük, az én kártyám, király, 7-es, az nem rossz, meg a 9-es az nagyobb, 5-ös, azzal lehet mit kezdeni, de a 4-es az kevesebb, Jack of Clubs, 2-es, jó, új 2, van ilyen, nézzük a szimbólumokat. Én azt egyébként már rájöttem, hogy ez a 2-es játék a leggyengébb, ez nagyon gyengébb, a 2-es játék az egy gyenge. Túlméletezték még a dobókockákat is hozzá. Na nézzük, ást keresünk, ugye? Én azt még nem nyertem, amit egyénileg kapartam azokat. Pedig nagyon sokan küldtek már. És az érdekes, hogy küldik le a folyamat a képeket, és tök érdekes azt nézni, hogy van olyan, hogy itt, meg ott, tehát hogy tök random játékokon lehet nyerni. Van, hogy 3 játékon nyersz, van, hogy 4-en. Eszemületbe sajnos. Nézzük a minibuxát. Viktor nagyon bátran kapar itt, mivel itt nem kaparhatunk bele betűkbe. Áj, no, kulcsa bele. Nem kaparhatunk bele betűkbe, ugyanis a tanulmányok szerint a betűket csak és kizárólag ezen, illetve a másik oldali dobókockás játékon lehet megtalálni. Én úgy tudom, hogy ha nyerünk, akkor csak itt vannak betűk, de ez csak egy kamufeldezés. Nem nyertem még annyi, hogy ezt biztosíthassa. A kedvenc játékommal fogok kezdeni. Folytatni. Ezt a belső oldalt. A 20%-ával egyelőre jóba vagyok. Valami hiányzik. Ez már sajnos nem jön be, így betűnk nincsen. 6-os, az egy jó kezdet. 1-essel és 5-össel is lehet nyerni. A 4-es, sajnos kevés. Nem. 4-es, na hát nem 6-os kell nekünk, hanem 3-as, vagy 7-es. Ez sajnos 1-es, nem baj. Menjünk tovább. Bár alatt a 7-es. A rang alatt a cseresznye. Szőlő alatt a citrom. Ezt csengétjének szoktam hívni amúgy.
amit a haramat hűsz. Csengettyű. Aha. Hát ez sajnos offendáre. Offendáre máre. De nem baj, hát itt jön a három bubi. Meg a hetes. Meg a hatos. Meg a király. Hát még esélyt se adta neki, mekkora kis köcsög. De tudjátok a cseréperény, nem semmi 20-as, offenzíva. 8-as, persze, meg Cristiano Ronaldo. De amúgy én 5 pont bírom. 6-os, 17-es, a kulcsebla, de hát nem adta be. De még vannak dobókockáink. Ez nagyon, nagyon izgalmas lekaparni, amikor egymás után sorakoznak. 6, még egy 6, úristen, még egy 6-os. Az itt elég izgalmas lehet. Csipa. Úgy néz ki, hogy Viktor sajnos nem nyert. Sajnos vesztes sorseggyel kezdtem. Több mint valószínű, meg is találtam a két betűt. Nemzeti Bank az van ráírva, MB. Sajnos az első sorsegy vesztes, tehát még 9-szer fogunk nyerni. És a 13-os akkor nem hozott szerencsét ezúttal. Akkor legyen a tiéd, Szabi, visszaveszem azt, amit te elvettél. Nem, semmi. Jó? Ez volt az én első sorsegyem. Szabolcsnak sokkal több szerencsét kívánok. Nézzük meg, ő mire jutott. Nagyon finom? Mennyire finom? Nagyon finom. Na, eljött az én időm, és én azt a sorsát fogom lekapalni, amit Marci kiválasztott, hogy nyertes lesz. Úgyhogy nem is fogom itt szaporítani a szót. Azt viszont megmutatom, hogy mivel fogok kaparni. Ez egy 1 forintos, ez egy... Olyan pici... Nem is látszik. Nézd, rá tud fókuszálni a kamera? Újjavat mellett. Ami van. Egészen pontosan 2001-ből jött ide most hozzánk. Na nézzük az első játékot. Ja, és az első forinthoz, úgy is kaparom, hogy az egyes látszódjon. Megnézzük, hogy mit bír ez. Hopp, egy dáma. Ötös. Tizenos. A dáma az ötös, és a bubi a kettes az együtt jár. Hatos, hát valószínűleg ezzel már nem nyerek, így van. Muzika legudalmasabb. A sheriff. Nem nyert. Oh. Nem nyert a sheriff. Perforáció problémák? Like, hogyha tetszett a hang, ha szeretitek ezt a hangot. Na menjünk tovább, most egytől megyek a tízesig. De természetesen egy kicsit meg fogom trükközni, tehát ezt nem fogom lekapalni. Nekem volt 31. Ó, oh, a sima. Ez az 1 forintos, ez tud valamit. Jajajajajaj, de még lehet, hogy nyerek vele. Tehát nézd meg, mennyi egyes. Egy képen. Na tehát, megnézzük, hogy a 22 nem adott szerencsét. A fuére. Na menjünk tovább. Menjünk tovább, ne halljunk meg. Király, az jó 10.000. Bubi 3.000. Király 10.000. Na, Bubi 3.000. Mi legyen? Szerintem 9-es. Egy dáma. Meg lett egy kulcsabra nézve. Az biztos. Na menjünk rá a dobókockákra. Csak óvatosan uram. 5, 1, 2 eddig a játék, a 3, és szerintem itt egy 6-os lesz. Beigazolódott a gyanú. Menjünk a 3-as dobásra. Az a sanda gyanú. Kettes lesz itt vajon? Nem, egy 5-ös. Egy 5-ös. Menjünk tovább, és lentre menjünk fel. 6-os. Nem mondom. 2-es. 4-es. Eddig csak páros volt, az már páratlan. És akkor jön az utolsó... Mondhatik, hogy esély 100%-ban. Nem igaz. Ha nem nyerünk, igen. Igen, így viszont oké. És nem nyerünk. Még mindig a játéknak a fele hátra van, fiam. Ja, így van, úgyhogy én nem vagyok. Úgyhogy menjük tovább. Na nézzük. Citrony. Citrom. Citrom nézzük. Az élet citromot ad neked, csinálj belőle limonádét. Szőlő? Jó, akkor most menjünk ide fel. Ugye ennék a kis szőlőt. Srácok, küldjetek már a kis szőlőt. Jó, akkor ez elúszott, ha jól sejtem. 2 hetes. Nem, a 7-es még lehet. A 7-es 20.000 forintot nyer. Kapard már. Na, menjünk tovább. Jöjjön a dobálós. Ezzel nyertem amúgy legelőször a... Pontos, pont ugyanígy. Jöhet a 6-os baby. 6-os baby. Menjünk tovább, 1-es. Jöhet a 6-os baby. 5-ös. Kis buksa? Ez nem a kis buksa. Ja nem, ez nem a kis buksa. Meg vagyok zavarodva. Bocsánat, én kárláncolom, még nem nyertem soha. Jó, hát így működik. 60%. Menjünk a legelsőre. Ez egy Q. Nem, egy jó. Nyort! Neooo! Netio! Nitoal! Honecs! Jön az utolsó játék. 2. Utolsó játékok. És keressék az ászt. Keressék az ászt.
Néma csöndben, feszülten. Ez mi? Ez egy O betű? Az állítólag 75 millió. Dáma. Király. 5-ös. 2-es. 4-es. És egy 4-es. Szintén ez nem nyert. És akkor most jön a minibuxa. Én ezen nyertem legutóbb, azt hiszem, itt, meg Viktor kedvenc játékát, és éppen játszottunk Fortnite-ot valószínűleg, és ő mondta, hogy kezdjem itt. Nem, a nyertel kezdettem? Kezdettem. Igen, nyertel kezdettem. Ott nyertem 2000-et, aztán átjöttünk ide, és itt is 2000-et. Na, de lássuk, hogy most tudunk-e valamit itt varázsolni. 4, 20, 75, mindegyiknek örülnék. 20 000. Na, gyere 20 000, baby. Gyere 20 000. Azért megijedtem, hogy te nagyon jól nézed ki. És csak a 20 000-es játszik, ugye? Ami elúszott. Ezek voltak az első kaparásaink, úgyhogy következik a további 8 sorsjegy. Nézzük meg, hogy milyen össze itt a videó közben. Ez az 5. sorsjegy a 10-ből, és megvan az első nyertesünk, hogy látjátok, van egy 5-ösünk és egy 6-osunk, ami 11, ezért le is kaparom a nyereményt. Hát csak hittétek, megyünk tovább, hát a másod, nem lekaparom a nyereményt. 2000. Jó, én bízok benne, hogy ennél még lesz több is. Ne színd az irodat, légy szíves. Bocsika. Bízok benne, hogy ennél még lesz több is. Mondjuk jó kis citromok. Cseresznyék keresztbe. Cseresznyék egymás alatt. Bár. Bárok egymás mellett. Citromok egymás alatt. Patkó. nem. Nézzük ide jövök. Ez a három szám. 35, 25, 2. 23. 13, 22, cseles fickó, nem. Keressük a bubikat, a dámákat. A királyok is jöhetnek, de nem. De hiába keressük. Ide jövök mondjuk, keressük az áztat. Én még nem láttam ázt, Viktor, mutass egy ázt. Ja, akkor átmutod meg. De ne a gatyádból, hanem mindezt. De azt nem mondtad. Minibuxa. Gyere 5000! 65 000! Gyere 5000! Áááááá! Ó, le is köptem szerintem a kamerát. A kamerát nem is, de... Na, ugyan, az biztos... A 4-esnél nem lenne legyen nagyobb. Túl ilyen kérdéseket teszek fel. Jó, van egy... Még hát itt a kocka. Igen. Van egy Santa gyanú. Aztán még U betű. Lehet 9000-t nyerni? S betű a 2000, nem? Ez bizony 2000 forint. De biztos lehet 9000-et nyerni. Nem lehet, úgyhogy tök mindegy. Tehát akkor ez ugrott. Na hát ez volt az első nyertes sorsegyünk, hál' Istennek. A legközelebb, higgyétek el, egy sokkal nagyobb nyereményel jövünk vissza. Azt azért nem mondanám, hogy hihetetlen nagy a csalódottság, de 8-ból egyelőre csak egyetlen egy darab sorseg nyert, és már csak 2 darab maradt vissza. Kezdjük. Most rendesen én sorban megyek. Szeretnék végig sorban lenni. Jó, Szabolcs? Megeled? Ne legyen ász. 9-es. Jó ismeret jár. 7-es. Instant 6-os. Nem. Alábad. Jó, nem baj. Ez a játék, ez furcsa. Mentő. Lóvár. Nézzük meg a kaszinót. Cseles gyereknek születtem. 34, ez tök sokat van. Tényleg egyébként, most hogy így mondod. Vagy 0. Ja, a kettő közébe vágta. Keressük a bubikat, a dámákat, a királyokat, a dászokat. Egy bubi előbújt, 2 bubi előbújt, jön a harmadik bubi, nem jött a harmadik bubi, semmi hagyott minket. De a kockákban bizony, mert szeretek kockáztatni. Nagyon szeretnék látni legalább 2 az egyikben. Valahogy ezzel szerintem mindenki így van, gondolom, kedves nézőink. Eljövök a figyelmeteket rá, hogy agresszív tartalom lesz, hogyha nem gyerünk semmit ezzel. 4, 5, 3, 2, nem, egyelőre nem. Azt hitted, mi? Hát én elhittem. De már bedobtam a 200-est a nyerőgépbe. Ding! Hoppa, cserpünk! A cseresznyét szeretjük! Ding! Aaa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 
Ding. 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 Két dobó kockázás. Szeretek kockázni. Na, egy vagy öt. Áj. Áj, áj, áj. Hat. Csak kettő. A kettes. Oh!
vélemény! Jó van! Egy 2000-es van! Nagyon volt a hang! De figyelj, legalább mutatott valamit. De még lehet, Valami még ideig. Az egyik se jó, aztán ott tartunk, már annyira szerencsétlenek vagyunk. De még mindig van két játék, ezért szeretjük a kaszinót. Lehet 8000-et nyerni vajon? Biztos. Hogy nem, de többet nem. Nem, 8000-et nem, 7000-et. De akkor az már... is megnyerhetjük még. Jogos, jogos. Megnyerhetjük volna, ha úgy van. És majd már tűzszemélet a torsó. És ez a torsó. A 4000, az játszik. Van, van meg... Hallelujah! Na de! Na de Viktor megmutatta, hogy hogyan kell nyerni. Én megnéztem a technikáját, tehát az egyestől fogok felfele haladni. Szépen, nyiggadtan, és nem kell aggódni, ha az elején nem nyersz, mert látszik, hogy a végén is nyerhetsz ezzel. Jó végjátékos. Találtál betűt? Most S-betűket megtaláltam, ahogy kell. Na gyerünk Szabi, most már rajtad a sor, én hoztam 4000-et a bandának, az én 10-esemből 4-et hoztam, te eddig a 10-esedből 0-át, hajrá! Ittem egyet a szponzorációs kólából. Átültem Viktor helyére, és hogy elnézést kérek, Dr. Pepper, Bocs, szponzor! Na és akkor nézzük a játékot. Lehet, hogy te kinyitottad előre őket, vagy nem? Nem nyitottam. Nem, jó. Akkor így menjünk. Jó, az ötös az, az egy, jó. Az egy baráti. Hát egy 4-es sikerült, de amúgy mennyit nyerhetünk volna vele? 40 ezer forintot. Elfogadtam volna, Szabi. Én is elfogadtam volna. Sheriff. Ezt hol kell megtalálni? Ja, ja, itt van középen, emlékszem. Aranyrúd az jó, aranyrúd az jó. Jó, az olyan jó. Mondtam, hogy serif nyelvény. Jó. És akkor menjünk a kövire. Frás. Hogy volt? Ez, ez jön ide? Igen, nem. Azt akar, nem, nem. Én azok, ez? Á, nem, nem. Ez? Ah, nem, nem. 13, 14. 15. Hú, 9. Hú. 8. Én úgy csinálom, hogy most egy nagyon-nagyon nem bírom ki, de muszáj egy kicsit itt alkotni valamit. Gyerekek, ezek megnyerhető összegek, kivéve a 11 milliót. Plusz 11 millió. Vagy 10 millió, nem értem, be vagyok halucinálva valamiért. Hú, ez tehát, a igen, mi van ebben? Na, menjünk! Baszki, egy sárkány. 11. 10-es, hát nem, nem tudom, bármelyiket látnám itt szívesen. Ezt már nem nyert. És ez sem nyert. De, semmi baj. Még több mint 7 játék, vagyis hogy több mint... Pont hét. Pont hét, igen, van, nagyot akartam mondani. Na. Nagyot akart, szarsuk. A Bubi. A Bubi egy szimpatikus. Jó. Az még jobb. Hát, csak most már legyen dupla. Jó van, elfogadom a 15 ezeret. Nem sikerült. Nem sikerült a 15 ezeret megnyerni. Szóval alkoss már valamit, mert szájba várj. Kami. Nem szabad, hát olyan úgy hallottam, hogy akkor rosszabbul kaparok. De eddig... Ennél? Igen. No offense, de... 3, 4, 5, 1. Jó, akkor jöjjön az utolsó sorkocka. 5-ös, 1-es, 3-as, 4-es, és végezetül a 2-es. Ez nem nyert, ez az 5-ös játék. Nagyon szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet nyerni a 6-os játékkal. A cseresznél jó. A bár is jó, de maradjunk a cseresznyéknél. Nem jönnek a cseresznyék. Maradjunk a cseresznyéknél, többet akarok. Mi, mit bír a harang? Semmi kapcsiság. Mit bír a harang? Mit bír a harang? Hát nem bírja el a harang a 30 ezer fontos. Patkó, mit bírnak ott? A patkó sem bír el. Mit bír a szőlő? A szőlővel lehetett volna a jobb. Na, itt jön a fan oldalra, a legfanabb oldalra. Igen, igen, azt beszéltük Viktorral, hogy ez a 7-es, 8-es, ezek így jó, nagyon jó játékok. Egyre messzebb néz, meg hajolok előre. Ez így eddig nem nyerő. Nézzük, nekem sikerül a 2-es dobással nyernie, vagy sem? Nem sikerült. Istenem, Szabi, szedd már össze magad amúgy. Jön a mentő is itt van. Igen, igen, mert, de azért jön, mert szívinfarktust fog kapni, akkorát nyerünk most itt. Jó. Mert az Y az jó. Az Y az jó, az I betű viszont nem jó. Az I betű nem jó. Isten.
Igen, pont egy betű, így mint Istenem. Ász, na mutass egy ász, nagyon annyit szek át ezt a játékot. Azt hittem, igen, a négyes az azért meg tud szivatni minket, meg tud tréfálni. Ez a beszéd, ez a beszéd. És alatta ász. Nagyon örülök ennek az ásznak, srácok, minibuxa. Úristen, Szabi, tudod, hogy mennyi mindent nyerhetünk most? Na mennyit? Nem fókuszál, de mennyim az orromban, hát ha. Na nézzük meg, hogy mi lett volna, ha... 16 ezeret kéne nyerned. Mi lett volna, ha a felső sorra nyerek? 40 ezeret nyertem volna. Mi lett volna, ha az alsó sorra, azon 20 ezeret nyertem volna. Akkor 30 ezer van ott. Azt mondták nekem. Ez egy pluszos kaparás, tehát többet nyertem, mint amennyit küldöttem erre az egy darab sorsegyre. Tehát végezetül 3000 forintot sikerült nyerni ezzel összeges a sorsegyel. Kérlek. Az összegzés az, mint minden nagyon sok kaparós, tehát amikor egyfajta kaparós sorsegyben veszünk nagyon sokat, hogy nem éri meg. Ez most is beigazolódott, szerettünk volna rácáfolni, de nem sikerült. Rácáfolni. Tehát ne vegyetek nagyon sok sorsét. Ha csak nem veszitek meg az összeset, de annak sincs értelme. De lehet, szóval... igen, mondjuk ezt nem, nyilván nem érnek. Tehát... Sose vettük meg az tehát összeset. Tehát én egyébként megint, nem tudom, én nagyon élveztem, nagyon jó érzésre ültem lejátszani, ami megtörtént, mert mindig volt egy ilyen kis izgulás, hogy akár megnyertem a fődíjat is, és ez 10 darab kaszinó, amit beküldetek nyereményeket, nagyon kecsegtetőek, de sajnos nekünk nem sikerült. De kövessetek minket Instagramon, ezt mindig elmondjuk, ez alap. Aki még nem tette, az kövessen be. Most. Igen. Aztán, amit még ne felejtsetek el, iratkozzatok fel a videóra, és kapcsoljatok be valahol azt a kis harangot, amikor feliratkozok, és valami kis harang mellette. Mert akkor egyből megkapjátok az értesítést, és beírhatjátok, hogy ki volt a legelső kommentelő, a legelső tetszik elő. Az élőt is akkor látjátok. Az élőt is akkor látjátok, bizony. És igazából kommenteljetek, hogyha szeretnétek valamit észrevételt megosztani a videókkal kapcsolatban. És azt hiszem, hogy én befejeztem a mondókámat. Ja, jó volt, szép volt, szevasztok. Cső-cső.